Tengerelését láthatjuk most. Nagyon fontos a helyes testtartás, a helyes gyakorlatvégzés, tehát talp a földön, másik lábunk a levegőben, kartámasszal, ha saját testsúlyunkat nem bírjuk el, akkor a Gábornak a keze, ami most a tarkon, illetve a combján van, azt le is támaszthatjuk a földre, és úgy csináljuk végig a gyakorlatot, először csak 8-at, aztán szépen emelve 10-15-öt, és a végén eljutunk akár 1 perces gyakorlathoz is. 2 gyakorlat, fenékpofát nagyon-nagyon jól átmasszírozza, derékfájósoknak tudom ajánlani, akinek nincs gerinc sérve, nagyon jól átmasszírozza az ülőidegnél, ugye sokat ülünk, egész nap ülünk, alig járunk, itt is nagyon fontos a helyes testtartás, ugye megkapaszkodunk a bokánkba, teljes tenyér lent, nagy levegő, lassú kifújás, ez nagyon fontos, másik talpunk végig lent van a talajon, lassú mozdulattal, itt is kezdhetünk először 8-at, aztán 10-et, és a végén eljutunk 1 percig. Gyakorlat 3, mindkét lábunk a levegőbe, ez már egy haladó gyakorlat, jó? Tehát ezt már csak akkor végezzük, amikor az első 2 csipő gyakorlat nagyon jól megy, és viszonylag fájdalommentes, akkor használjuk ezt a 3. gyakorlatot. Itt is ugye alkartámasz, másik tenyér a földön, mindkét láb levegőbe, nagy levegővétellel és lassú kifújással, lassú mozdulattal, jó, tapadástól eredésig dolgoztatunk itt is, és nagyon fontos az, hogy lassan csináljuk a gyakorlatot. Oldalunk van, bal oldalunk, mind a 2 oldalra el kell végezni a gyakorlatot. Tehát itt van az első fázis, aztán ha föltesszük a lábunkat a térdünkre, akkor jön majd a második fázis. Jó, föltesszük a lábunkat a térdünkre, az a második fázis. Ez az. És aztán jön majd a haladó gyakorlat, amikor mind a 2 lábunk ugye a levegőben van. Nem csak sportolóknak javasolt az SMR henger, bárkinek, kortól nemtől függetlenül.